Az idei esztendő minden szempontból különleges volt a Szombathelyi Vívó Akadémia számára. A legidősebb korosztály kiöregedett, így a fiatalabbakkal töltötték fel a keretet, amely kemény munkával hétről hétre kimagasló eredményeket ér el. A legutóbbi hétvégén a fővárosban lépett társra a szombathelyi különítmény, ahol aranyérmet is szereztek. Volt egy jövőbajnokai sorozat, nagyon örültem, meg tudtam nyerni mind a kettőt, nagyon örültem, és köszönöm meg szépen annak, akiknek támogattak benne, és igazából az egyel feljebb korosztályban nagyobbaknál is egy tök jó eredmény elértem, és úgy terveztem, hogy most ezt jól csinálom, megcsinálom, egy jó eredményt összehozok. Pap Hunor nagy jövő előtt áll. Rajta kívül is meg annyi tehetséges gyermekkel dolgoznak az edzők, akiknek legfőbb célja, hogy a Vívó Akadémia növendékei jól boldoguljanak a páston. Nagyon fontos az, hogy érezzék a gyerekek a törődést, érezzék azt, hogy foglalkozunk velük, érezzék azt, hogy a tehetségesekkel külön foglalkozunk, aki kevésbé, de szorgalmas, azokkal is természetesen ugyanúgy. Remélhetőleg ennek hosszú távon is meg lesznek az eredményei. Az év hátra levő részében is egymást érik az erőpróbák, több hazai és nemzetközi verseny is vár még a szombathelyi vívókra.